Köszöntöm nézőinket! A Sopron Televízió szerdai híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden! Agrárfórum. Fertőszent Miklóson folytatódott a közös agrárpolitika országos roadshow. Jubileum. Evangélikusságának 25. évét ünnepli a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Iskola. Kosárlabda. Újabb győzelmet szerzett a Sopron Basket csapata. Fertőszent Miklóson folytatódott a közös agrárpolitika országos roadshow. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárminisztérium által szervezett fórumon a gazdálkodókat és az ágazatot érintő változásokat ismerhették meg a résztvevők. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárminisztérium közös szakmai országos fórum sorozatának Fertőszent Miklósi állomásán az előadók arról beszéltek, hogy az elmúlt években új lehetőségek nyíltak meg a gazdák előtt. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban a magyar vidék nagyon sokat fejlődött, és izgalmas lesz a következő időszak is. Az elmúlt időszakban a magyar vidék nagyon sokat fejlődött, óriási értéket állítottunk elő, és azt gondolom, egy nagyon izgalmas időszak elé nézünk, hogyha valóban úgy alakulnak a dolgok, ahogyan terveztük, hiszen Magyarország kormánya háromszor annyi pénzt bocsát a vidék rendelkezésére, mint az előző 7 éves tervezési időszakban. Ez egy akkora lehetőség, ami a vidék előtt korábban nem adódott. Ebből valóban elérhetjük azt, hogy olyan fejlesztéseket tudunk megvalósítani, amivel a világ élvonalába emeljük, és ott is tartjuk a magyar élelmiszergazdaság egészét, és hát nyilván beszélni kell arra, hogy ez mind szép, és a terveknek nagyon örülünk, de ezeket valóra is kell váltani, viszont erre csak akkor lesz lehetőségünk, hogyha április 3-án kellő bölcsességgel áll a magyar vidék és az ország egésze a témához, úgyhogy arra fogom biztatni a gazdálkodókat, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjeit és listáját támogassák szavazatukkal. Barca Attila azt emelte ki, hogy az elmúlt 12 évben nagyon hosszú utat járt be a hazai agrárium, mire megerősödött. Örömmel látjuk vendégül országgyűlési képviselő társamat, Györfi Balást, az Agrárkamara elnökét Fertőszent Miklóson, ahol a térség gazdáival találkozunk és vitatjuk meg a magyar agrárium helyzetét. Az elmúlt 12 évben nagyon hosszú utat jártunk be, ami a magyar agrárium megerősödését jelenti, a gazdák számára új lehetőségek nyíltak meg, és sokkal jobban meg tudjuk becsülni a magyar földet és a magyar terményeket, és az új lehetőségekről, jogszabályváltozásokról, és azzal, hogy hogyan tudunk előrelépni, erről szól ez a ma délután. A kormány eltökélt célja a magyar mezőgazdaság és agrárium fejlesztése és erősítése. A közös agrárpolitika országos roadshow 39 helyszínen szólítja meg a gazdákat. 25 éves jubileumát ünnepli a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola. Erre a jeles alkalomra egy különleges rendezvénysorozattal készülnek, ahol a 25-ös szám kulcsfontosságú. Az iskolában rejlő összes lehetőséget megragadva lesz zenés, táncos, sportos program, de még a kémia terem is kínál érdekességeket a diákok számára. Mint ahogy ez a kísérlet, úgy lobbannak be a jobbnál jobb programok a Hunyadi János Evangélikus Iskolában. Az intézmény evangélikus fennállásának jubileumát ünnepli a legváltozatosabb programokkal. Intézményünk 25 éve áll az evangélikus gyülekezet, a Sopron Evangélikus Gyülekezet fenntartásában, így tulajdonképpen evangélikusságunk negyed századát ünnepeljük. Azt gondoltuk, hogy méltóképpen illik erre emlékezni a mögöttünk álló időszakra, és kiemelni azokat a fontos dolgokat, amelyek meghatározóak az iskola életében. Így készülünk mindenféle programokkal, elsősorban nyilván a diákoknak, de a kollégáknak és a szülőknek is. Mesekeresésre és versvadászatra érkeznek az alsós diákok, mely szintén az eseménysorozat egyik helyszíne. De végeláthatatlan programkavalkád várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. Az ötlet onnan jött, hogy ugye adott volt, hogy 25 éves jubileumunkat ünnepeljük, evangélikusságunk 25 éves jubileumát, és így a 25-ös számot próbáltuk minden programunkba beépíteni. Így aztán a sport szemszögéből is igyekeztünk megközelíteni, szervezünk 25 kilométeres kerékpártúrát, illetve a diákjaink 25-25 perces sorversenyen mérhették össze ügyességüket, gyorsaságukat a különböző évfolyamokban. Szervezünk 25 kilométeres gyalogtúrát is, illetve van két kirándulós csoportunk, a barangolók Sopron környéki és magyarországi kirándulásokat ajánlanak gyerekeknek és családjaiknak egyaránt, a medvetalp túra csoport pedig 25 Sopron környéki túrát ajánl.
A sportos programok sem maradnak el. A tornaterem sorversenynek adott font, és a kosarasoknál is május hónapban 25 csapat méri össze tudását. A csapatokhoz jelenlegi és régi hunyadis diákok, valamint tanárok és szülők is csatlakoznak. A zenei közösség 5x5 perc muzsikával várja az érdeklődőket, de a hitoktatók is készülnek interaktív kiállítással. Nem kérdés, hogy az iskola mindent megtesz, hogy izgalmas feladatokkal emlékezzen meg a jubileumi évről, de a hétköznapokban is megtesznek mindent, hogy a diákok jól érezzék magukat az iskolában. Azért szeretek ide járni, mert gyönyörű szép nagy udvarunk van, ahol lehet focizni, kosarazni, illetve csak sétálgatni és beszélgetni, illetve akár korcsolyázni is. Rossz idő esetén az aulában tudunk összegyűlni és beszélgetni, vagy akár csocsózni, pingpongozni, vagy tollasozni. A programsorozat zárásaként egy nagyszabású gálát rendez az iskola május 27-én a Liszt központban, ahol méltóképpen ünneplik meg az iskola evangélikusságának jubileumát. Ismét berobbant az ingatlanpiac, és óriási mozgolódás érzékelhető az adásvételek során. Köszönhető ez az ukrán-orosz konfliktusnak és az ebből adódó euró áringadozásának, valamint az amúgy is fellendülő tavaszi szezonnak. Az utóbbi egy hónapban rohamosan megnőtt az igény az ingatlanok iránt. Sokan a meglévő megtakarításukat akarják gyorsan befektetni, mielőtt még jobban elszállnak az árak. De befolyásolja a keresletet az is, hogy idén kifutnak a családtámogatási kedvezmények. Elég sok változás történt az utóbbi időben, tehát elmondhatni, hogy tavaly novemberhez képest olyan durván 20-30%-ot ingatlan típusonként eltér, amit emelkedtek fölfelé az árak. Ez betudható annak is, hogy a forint nagyon gyenge, tehát emiatt alapkamatot kell emelnie a bankoknak, illetve folyamatosan emelkednek külföldről behozott áruknak a akár építőanyag, akár bármi élelmiszertől elkezdve az árai. És ez jelentős hatással van az ingatlanpiacra, illetve az inflációtól való olyan mértékű félelem, akár a háború miatt, akár miatt, hogy nagyon gyenge a forint, tehát mindenki az évek alatt összegyűjtött megtakarítását most szeretné elkölteni, és ami jellemző volt most például a soproni piacra, hogy készpénzes vásárlások vannak előtérben. Ez sajnos amiatt is, hogy hitelből is szeretnének vásárolni, csak az eladók készpénzes vevőknek adják el inkább az ingatlant, ha lehet választani. Jelenleg Sopronban az új lakásoknak 800 ezer forint per négyzetméter az ára, amit nem egyszerű kifizetni, főleg egy első lakáshoz jutó fiatalnak, de a használt kisebb lakások ára is jelentősen megemelkedett. Én azt gondolom, hogy ebbe egy ilyen, tehát úgy kell elképzelni az ingatlanpiacon egy ilyen gyors vonat, amit nem lehet egyik napra a másikra lefékezni. Tehát most még olyan hullám vagy teteje fele vagyunk, de ez mindenképpen lassulni fog. Tehát az várható. Ez a jelentős áremelkés, ez leginkább az első lakásszerzőknek lesz a problémája, vagy fog okozni nehézséget. Mivel tehát mindenki más, aki kisebből nagyobban megy, vagy fordítva, ott tudja módosítani az árakat, és erre hívnám fel figyelmet, hogy nagyon fontos lenne most ebben a helyzetben szakemberhez fordulni, mert valaki nagyon alul áraz, és több millió forintot bukhat, valakinek annyira felül, hogy még ebben az erős piacban sem tudja eladni, és nehogy az legyen a veszélye, hogy közben a családtámogatásokat idén mostani törvények szerint ki fogják vezetni, kamatemelés van, tehát biztos, hogy ez a jelentős áremelkedés ez nem lesz tartható, csökkenéssel nem számolunk, inkább azzal, hogy lassulással. Nagyon sok a befektetési célból történő vásárlás, így a kiadó ingatlanok piacán jelentős változás nem történt. Ott továbbra is a frekventált helyen lévő alacsony rezsiköltségű lakások a legkedveltebbek. A Gyesev 150 éves története során jó néhány egyedülálló, megható, különös vagy éppen megmosolyogtató emlék született. A vasúttársaság a jubileum alkalmából várja az utazók történeteit. A jeles évforduló során a Gyesev egész évben számtalan programmal és meglepetéssel készül a látogatóknak. A 150-es jubileumi évet szeretné emlékezetessé tenni a Gyesev. Matricázott mozdony készül, a motorvonatokat és a személykocsikat jubileumi logóval látják el. A 150. születésnap alkalmából ajándéktárgyak, állomási installációk, postabélyeg is készül, a vasúttársaság közösségi oldalán játékokkal, aktivitásokkal várják az érdeklődőket. Elkészültek már a régió különböző cukrászdáiban ezek a nagyon finom desszertek, a Gyesev 150-es sütemények, és ezek például süti egy kombinálásával is elérhetők, illetve megkóstolhatók. De hát mi azt gondoltuk, hogy ez a 150 éves óriási idő,
ez több emberültőt ölelhet fel, és ebbe a 150 évbe akár valakinek saját magának, akár pedig a családból biztos, hogy van valamilyen különleges, romantikus, megható, kedves története, esetleg olyan emléke, amelyet nem csak magának szeretne őrizgetni, hanem szívesen megosztana másokkal. Akár a vonaton ismerte meg élete párját, akár egy egészen különleges utazásban volt része, vagyis Sopronban, ahol ami a Gyesev hagyományos székhelye és központja, itt nagyon-nagyon sokan dolgoztak, több generáció, akár egy családban a Gyesev ZRT-nél nagyon sokan utaztak értelemszerűen a Gyesev ZRT járataival, tehát biztos vagyunk benne, hogy mindenkinek van valamiféle különleges élménye, emléke. A történeteket és a fotókat a gyesev150@gyesev.hu e-mail címen várja a Vasúttársaság. A Gyesev ZRT 2. jubileumot ünnepel, hiszen a Nagycenki Széchenyi Múzeum vasút idén ünnepli 50. születésnapját. A tavasz beköszöntével elindulnak az erdei iskolás foglalkozások a TAEK ZRT-nél, ahová várják az érdeklődő osztályokat. Több helyszínen is tudnak vezetett túrákat, tematikus órákat szervezni, akár kézműves foglalkozással összekötve. Madár megfigyelés, vadállatokkal, erdei növényekkel való ismerkedés, nincs is jobb, mint ezeket az élményeket testközelből begyűjteni. Ebben nyújt segítséget a Tanulmányi Erdőgazdaság erdei iskolája, ahol szakképzett vezetők mutatják meg a gyerekeknek az erdő kulisszatitkait. A tavasz beköszöntével folyamatosan érkeznek hozzánk a diákok, soproni és Sopron környéki iskolákból egyaránt, akiknek a Károly magaslaton, a Kőhalmi Vadászati Múzeumban és itt az új helyszínen, az erdőházában tudunk programot biztosítani. Az iskolák jelentkezésüket a TAEK ZRT honlapján vagy közösségi oldalán tehetik meg. Elsősorban ugye az erdőgazdaság profiljához írő erdő, illetve az erdő vadvilágát bemutató programokat szervezünk. Ez állhat egy terepi vezetett túrából, egy múzeumpedagógiai foglalkozásból, itt a vadasparkban az állatok bemutatásából, valamint a bemutatóteremben egy interaktív bemutatóból. A foglalkozások 700 forint per főtől érhetőek el, és igény szerint kiegészíthetőek kézműves tevékenységgel, ahol a gyerekek készíthetnek természetes alapanyagokból olyan tárgyakat, melyeket magukkal vihetnek. Az egyik fél-második sikeréig tartó elődöntő párharc első felvonásán a Sopron Basket 68-49-re legyőzte a DVTK-t. A címvédő dolgát az első fél időben megnehezítette a Diósgyőr, de a harmadik negyedtől kézben tartotta a találkozót a Sopron. Sheridan Green és Határ Bernadett találatai vezették fel az elődöntőt. Nem telt el 4 perc, amikor 8-8 állt az eredményjelzőn. A DVTK oldalán mind a 8 pontot Green szerezte. Az első szakasz második fele a Sopronnak sikerült jobban, így 17-9-re ellépett a negyed végére a címvédő. A második etapot egy Diósgyőri akció indította, amikor Brian January triplája célt ért 24-12-nél már kétszer annyi pontjuk volt a soproniaknak, mint a kihívójuknak. A DVTK mindent megtett, hogy a mérkőzésben maradjon, és a törekvései sikerrel jártak. A különbség 6-8 egység környékén látszott állandósulni, de Bernát Réka távoli dobásai szorossá tették az eredményt. Az első hármasa után 26-23-ra jött fel a csapata, a második triplája pedig kialakította a 30-26-os félidejű eredményt. A harmadik negyed elején jelen a Brooks és Gabby Williams hármasai másfél perc alatt 36-26-nál visszaállították a két számjegyű különbséget a felek között. Végül 41-33-as állást követően vitte be a döntő futást a Sopron Basket. Két triplát értékesített Gabby Williams, de Cukor Dalma is eredményesnek bizonyult távolról. A záróetap első két percében mindössze a vendégek találtak be. Ezt követően azonban ismét komoly erőt mutatott a Sopron. 56-37 után egy 12-2-es futással 68-39-re módosította az eredményt a házigazda. Kányási Veronika és Jessica Custer egy-egy találatát jegyezhettük fel a végjátékban. Végül 68-49-es sikert aratott a Sopron Basket, és ezzel 1-0-ra vezet az egyik fél második sikeréig tartó párharcában. Voltak olyan periódusok is a mérkőzésen, amelyek nyilván pozitívak, és amelyek, amiért dolgoztunk, és ami a játékunkat még hatékonyabbá teszi, viszont
Én azt gondolom, hogy egy utolsó negyedet nem lehet így zárni, nem egy Final Four-ba készülő csapatnak az egészen biztos, és nem egy olyan csapatnak, aki most épp Miskolcra utazik. Tehát a kupa döntőn nyilván ékes bizonyítéka volt annak, hogy mi az a játék elem, melyik azok a területek, ahol fejlődnünk kell. Na most megint csak ebben alul maradtunk, ez nevezetesen a lepattanózás. Az nyilván dicséretes, és nagyon örülök neki, hogy 26 eladott labdára készítettük a DVTK-t, és 49 pontot kaptuk, de legyünk őszinték, ennél sokkal jobban kell nekünk játszani, és sokkal tudatosabban, és ilyen eladott labdák nélkül, amelyek az utolsó negyedet jellemezték. Úgyhogy ebben szeretnénk fejlődni. Folytatás pénteken Miskolcon, a labda 18:30-kor indul útjára. Kiadós eső érkezik, de az időjárásról részletesen híradónk után hallhatnak. Ezután Szerda Este című magazin műsorunkat láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió szerdai híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön egy mediterrán ciklon hatására kiadósabb eső érkezik. Borult az előző napokhoz képest több fokkal hűvösebb idő lesz, 10-18 fok valószínű. Pénteken kezdetben sokfelé várható eső, többfelé élénk erős lesz az észak-északnyugati szél. A maximum hőmérséklet 8 és 11 fok között alakulhat. Szombaton még borongós idő várható, nyugaton akár viharos lökések is kísérhetik az északi szelet. Délután is csupán 3-11 fok várható.